Sziasztok, Csárpánk vagyok. Ez a kávésüti csartok, 2022. december 14. napja van, lássuk mi újság a piacokon. Mi mással is kezdhetném a videót, mint a tegnapi makró bejelentésekkel. Az Egyesült Államokban CPI bejelentés volt, és a várt 7,3-hoz képest 7,1%-os éves inflációt jelentett be az Egyesült Államok, ami azt jelenti, hogy a nyári ilyen 9% körüli értékről most már érdemben csökkent az inflációnak a mértéke, tehát a Federal Reserve-nek a folyamatos kamatemelései azok úgy látszik, hogy kifejtik a várt hatást, és csökkentik az inflációnak a mértékét. A mai napon további nagyon fontos bejelentéseket várunk, hiszen egy nappal az inflációs bejelentést követően a Federal Open Market Committee, azaz a Federal Reserve-nek, az amerikai jegybanknak a nyílt piaci bizottsága ma összeül, és a várakozásoknak megfelelően a mostani 4%-ról 4,5%-ra fogja emelni a jegybanki alapkamatot. Nyilván ez egy további szigorítás, egy további kamatemelés, a piac ugyanakkor nagyon sokáig 75 bázispontos emeléssel kalkulált, most már a piac csak 50 bázispontos emeléssel kalkulál, és gyakorlatilag a piac az arra számít, hogy a Fed egyfajta ilyen pivotba kezd, és a kamatemelésnek a mértékét az fokozatosan csökkenteni fogja. Nagyon sok múlik igazából ma, én azt hiszem, hogy ezt a 4,5%-os jegybanki alapkamatot, ezt tulajdonképpen borítékolhatjuk, ezt a piac már beáraszta, nagyon sok múlik inkább a ezt követő sajtótájékoztatón, ahol a Powell beszélni fog. Hogyha én tippelhetnék, nincsen kristálygömböm, én azt hiszem, hogy nagyon erős kijelentésekre nem számíthatunk, én egy olyasmi beszédre számítok, mint ami a legutóbbi ilyen Powell sajtótájékoztató volt, el fogja mondani, hogy a kamatemelések láthatóan használnak, hiszen az infláció csökken, el fogja azt mondani, hogy a munkaerőpiac egyelőre rendben van, az, hogy egyelőre a gazdasági termelékenységben komoly recesszióra utaló nyomokat nem látnak, tehát valójában meg fogja veregetni a jegybank a saját vállát, de én szerintem sem kifejezetten negatív, sem kifejezetten pozitív dolgot nem fog bejelenteni. Óvatosabban fognak bánni a kijelentésekkel. Ugye emlékszünk még arra, hogy a félvilág azóta is az amerikai jegybankon röhög, mikor kijelentették, hogy az infláció az csak átmeneti. Én nem hiszem, szerintem tanultak ebből a dologból, és ilyen erős bejelentéseket nem fognak tenni. Egy nagyon hasonló sajtótájékoztatóra számítok, mint ami a múltkor történt az elmúlt hónapban. És akkor nézzük a chartokat. Standard & Poor's 7-es grafikon. Itt igazából, amit fontos látni, hogy ugye, ahogy beszéltük, alacsonyabb csúcsoknak a sorozata látszik ezen a grafikonon, tehát egy egyértelműen lefele tartó trendben van. Jó, hogy a nyillal felfele mutatom, így is mutathatnám a nyillal, hogy egy lefele tartó trendben van a Standard & Poor's-nak a 7-es grafikonja. Itt van egy fontos olyan kínálati zóna, ahol az előző emelkedés megállt, és ezen a ponton beléptek az eladók. Ezt jól mutatta akkor a Chartbank Momentum oszcillátor is, ami ebben ezen a ponton lefordult, és mutatta nekünk, hogy érkezik a negatív momentum a piacra. És a jelen helyzetben is érdekes módon egy hasonlót láthatunk. Volt egy optimista hétnyitás, de én megmondom őszintén, short pozícióban vagyok, én opciós vertical spreadekkel ezt a 3500 dolláros zónát célzom. Júniusban járnak le az opcióim, tehát egyáltalán nem izgulok azon, hogy most az azonnali árfolyam mozgás az mit fog adni, sőt, hogyha esetleg a piac az megbolondulna itt karácsony környékén, és csinálna egy komoly emelkedést, akkor valószínűleg ebben a zónában én még rá fogok nyitni a shortos pozícióimra. Ez a momentum gyengülés, illetve az, hogy a világgazdaságban azért továbbra is ugye világpolitikai kockázatok vannak, az, hogy a recesszió általában késve érkezik, tehát az energiaárak növekedése, a kamatok, a jegybanki alapkamatnak a növekedése, a pénzbőségnek a csökkenése, az energiaárak miatt a fogyasztói keresletnek a csökkenése, ez még mind-mind csak jövőre fog megjelenni majd a cégeknek a számaiban, illetve a gazdasági számokban, tehát itt valószínűleg azért a gazdaság lassulása az majd jövőre még látszani fog. Én azt hiszem, hogy nem vagyunk még túl ezen a medvepiacon, amit itt látunk, úgyhogy én egyelőre short irányba játszom, azt látom, hogy itt a momentum az lefordulóban van, és mutassak nektek egy nagyon érdekes dolgot, ha rámegyünk az egy órás SPX chartra, akkor ez nekem egy nagyon beszédes dolog. Tegnapi napon az történt, hogy ugye itt nyitás előtt kijött az információ, hogy a CPI adatok nagyon jó, és azonnal mindenki rátenyerelt a vételi gombra. Itt nyitott a piac, látszik, hogy szinte a topon nyitott, itt az elején azonnal mindenki megvásárolt mindent, és figyeljétek a piacnak a mozgását, egész nap adtak. Folyamatosan mindenki egész nap adta a részvényeket az amerikai piacon. Ez a mozgás, ezek nagyon beszédesek számomra, mert mutatják, hogy mi a különbség a gombokat nyomkodó befektetők, illetve a tényleges piaci mentalitás között. Ez a mozgás, hogy ott volt egy pozitívnak tekinthető adat, amire azonnal bementek a piaci vételi megbízások, és egész nap ment az eladás, ez nem azt sejteti nekem, hogy az amerikai részvénytőzsdén azért olyan óriási, hurrá optimista hangulat lenne.
Hogyha visszajövök az egyhetes grafikonra, és felrakom a grafikonra a chartnak magas idősávú kereskedési rendszer, ez alapvetően a konszenzió mozgóátlagokat, a 30-as, 7-es és 3-as mozgóátlagot használja, továbbá egy gyertyaszínezés van benne, ami a háttérben figyel mindenféle momentum indikátorokat, oszcillátorokat, és azoknak az egyöntetű long irányú jelzés esetén zöldre festi az gyertyákat, amennyiben meg egy irányú shortot észlel, akkor pirosra festi nekünk a gyertyákat. Itt azt látjuk, hogy jelenleg indecizív ez a piac, a két rövid mozgónk az fel tudott a hosszú mozgó fölé keresztezni, ez egy jó hír, a momentum az semlegesben van, tehát a zöld gyertyák nem érkeztek meg, a rövid mozgó az csökken, esetleg talán itt vízszintesbe tudott fordulni, tehát jól láthatóan itt egy konszolidáció van a piacon, akkor van ugye egy egyértelműen shortos pozíció, amikor a rövid mozgók azok a hosszú mozgó átlag alatt vannak, és ilyen szép kövér piros gyertyákat kapunk, mint ezeken a pontokon. A chartpark momentum oszcillátor pedig, amikor itt lekeresztez, akkor jön meg az igazi medvés hangulat. Úgyhogy egyelőre én ilyen várakozó állásponton vagyok, itt én már nyitottam short pozíciót középtávon, nekem a kilátásaim medvések, én azt gondolom, hogy ezt a 3500-as zónát, ezt meg fogja még látogatni az SPX-nek az árfolyama, úgyhogy én shortban vagyok, amennyiben emelkedünk, a szuper, mert egyébként vannak longos részvény pozícióim, lehet, hogy azokat ebben a zónában zárni fogom, és az SPX opciókból további vertikál spreadeket fogok vásárolni, arra játszva, hogy itt a 3500-as zónát jövő júniusig meglátogatjuk. Nasdaq 7-es grafikon, ezt tegnap kértétek, hogy erre is nézzünk rá, megmondom őszintén, tök ugyanazt látom rajta, mint a Standard & Poor's-nak a grafikonján. Itt volt egy ilyen mean reversion jellegű visszatérés áprilisban, a magas mozgó átlaghoz látjuk, hogy folyamatosan piros gyertyákat dobált nekünk a chartbank indikátor, tehát mutatta, hogy medvés a momentum a piacon. Bőven-bőven csak egy mean reversionről beszéltünk, hiszen a mozgó átlagnak nem tudott fölé menni az árfolyam. Ez egy klasszikus short belépő pozíció, trendváltozást látunk, egy mean reversion-t, és elkezd szakadni az árfolyam, és lent látjuk, hogy a chartbank momentum oszcillátor is itt ezen a ponton megadta nekünk a shortos belépőt, látszik, hogy a momentum gyengülni kezdett. Itt aztán nyáron ugyanezt történt, kaptunk egy ilyen mean reversion jellegű emelkedést, mindenki eufóriában volt, hogy itt van az új bikapiac, az égvilágon semmi nem történt, visszatért az árfolyam a magas mozgó átlaghoz, chartpark momentum oszcillátor lefordult, és megtörtént trendirányba a trend folytatás, és itt most ezen a szinten a Nasdaq azt súgja nekünk, hogy amit az SPX-el láttunk, hogy ez kicsit bikásabb, ott a két mozgó átlag már fel tudott keresztezni, itt bizony a mozgók úgy kezdenek lefordulni, mint nagyjából itt ezen a ponton, hogy fel sem keresztezték még a hosszú mozgó átlagot, a chartpark momentum oszcillátor már kezd lefordulni, tehát azt mutatja, hogy a momentum az csökken, és itt is azt látjuk, hogy ezen a héten eddig egy borzasztó nagy vik van felfelé, tehát a vevők vannak a piacon, abban, amikor belépnek a vevők, jönnek az eladók, és a vevőkre borítják azokat a részvényeket, amelyektől ők szeretnének megszabadulni. Tehát ezen a hetes grafikonon is én egy indecizív állapotot látok, én bikapiacot ezen a csárton nem látok, ugyanakkor arra készülök, hogy ez az intakt trend, és hogyha megtörténik a trend folytatására utaló, itt árfolyam csökkenés, itt pedig momentum csökkenés, és elkezd zuhanni a chartpark momentum oszcillátor, még az is lehet, hogy a Nasdaqra is fogok shortos opciós pozíciókat felvenni. És végül valaki kérte tőlem itt kommentben, hogy nézek rá a jó magyar OTP-nek a piacára. Természetesen megteszem, hiszen a kérésetek az számomra parancs. Ugyanakkor azért azt nem tudom, tudjátok-e, akik a magyar részvénypiacon játszotok, hogy egy olyan kis gazdaságban élünk, ahol a kormány az egy nap alatt képes ezeknek a nagyvállalatoknak a kasszájába így beletúrni, és abból nagyobb összegeket kivenni, tehát azért ezt én nem tekintem egy olyan nagyon-nagyon komoly dolognak, hogy itt érdemben csartokat elemezzünk, de hát ez is egy grafikon, azt tudni kell, hogy azért ez egy jóval-jóval kockázatosabb piac, mint mondjuk egy amerikai részvénypiac. Ezen a csárton, amit egyértelműen látunk, hogy itt az OTP-ben van egy keresleti zóna, ezen a szinten, ezen a 7800 és 8400 közötti szinten, amikor leesik az árfolyam, megérkeznek a vevők és belépnek a piacra. Itt ugyanezt láttunk, egy dupla ajat is látunk, sőt egy ilyen szép divergens módon a momentum oszcillátor folyamatosan megy felfelé. Ez nem egy olyan nagyon csúnya grafikon, én itt azt látom, hogy itt van egy lefele jövő trend, 30-as mozgóátlag zuhan, de itt ezt át tudta keresztezni a két rövidebb mozgóátlag, itt már zöld gyertyákat adott nekünk a chartpark indikátor, tehát alapvetően ezen a ponton már lehetett is egy belépő az OTP-nek a piacára, most azonban a rendszer az óvatosságra int minket, a rövid mozgó készül a közepes mozgót lekeresztezni, ilyenkor már a stoppokat érdemes állítani, azt látjuk, hogy a chartpark momentum oszcillátor is fordul lefelé, tehát igazából azt, hogy most a trend az megtörik vagy nem, az itt a következő időszakban el fog dőlni, illetve hogy ez egy trendváltozás vagy egy trendfolytatást kapunk lefelé. Itt egyértelműen látszik, hogy ezen a szinten van egy olyan zóna,
ahol belépnek eladók a piacra. Ide belevikkelget az árfolyam, de e fölé nem tud menni. Itt látunk egy ilyen jó nagy doji gyertyát is, ez egy trendfordító gyertya. Azt gondolom, hogy jelenleg itt ezen a szinten egy picit tetőzött az OTP-nek az árfolyama. Nyilván itt most lehet, hogy a forint erősödés miatt ment egy kicsit följebb, vásároltak valami üzbegisztáni bankot, állítólag jó áron, lehet, hogy az is jót tesz az árfolyamnak. Azt látjuk, hogy ez nem egy nagyon csúnya grafikon, de ezt a szintet, ezt meg kellene haladni, hogyha egy felfele irányuló trendet szeretne az OTP megkezdeni. Azt mondhatjuk, hogy itt volt két körülbelül megegyező aljpont, ez volt itt a korábbi csúcspont a trendben, ez sikerült átkereskedni. Itt most, hogyha egy magasabb mélypont keletkezik, tehát például az árfolyam ide szépen visszahúzódik erre a szintre, amit itt látunk ide a 9400 forint magasságára, és innen egy jó lendülettel tud fordulni úgy, hogy közben lehűti egy kicsit a momentum indikátort, és az ad nekünk egy fordulót, és utána ezt a szintet át tudja vinni, akkor tudok amellett érvelni, hogy itt esetleg az OTP-ben valamiféle trendváltozás történik a hetes grafikonon, de mondom, itt azért a chartot azt én fenntartásokkal kezelném. Az OTP az tipikusan egy olyan cég, amelynek a kasszájában a magyar állam a szüksége van akár devizára, akár forintra, akár adóbevételre, bármikor gondolkodás nélkül beletúr, és ez egy pillanat alatt át tudja rajzolni a részvény chartját. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nagyjából ennyit terveztem a mai részben a chartokról elmondani nektek. Remélem, hogy ezeket a hagyományos piaci videókat is szeretitek, és ezek segítenek nektek abban, hogy egy kicsit jobban átlássátok az árfolyamok mozgását. Amennyiben ez így van, akkor a lájkokat, feliratkozásokat, megosztásokat és kommenteket továbbra is nagyon köszönöm, és találkozzunk majd a következő ilyen hagyományos piaci elemzésben. Addig pedig szép napot és jó kereskedés nektek. Sziasztok!